Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, nézzük a Babylon című film bemutatóját. Damien Sezel a Whiplash-sel 2014-ben rúgta be Hollywood kapuját. Majd két évvel később emelte a tétet, és a kaliforniai álommal Oscar díjat is sikerült bezsebelnie. A direktor első két moziában több lényeges elem is van, de az egyik legfontosabb egyértelműen a zene. harmadik filmje az első ember kicsit mást helyez a középpontjába, és inkább az álmok eléréséről szól. A rendező legújabb alkotása, a Babylon, tulajdonképpen ezt a két fő motivumot vegyíti. Teszi ezt úgy, hogy az amerikai filmgyártás 100 évvel ezelőtti nagy válságát tekinti környezetének, és ezzel együtt reflektál a mai Hollywoodra is. A Babylon az 1920-as és 30-as évek fordulópontján játszódik a klasszikus stúdió rendszerben. Hirtelen megérkeztek a hangos filmek, és ezzel együtt teljesen átalakult a rendszer. Egy egészen újfajta munkamódszerre volt szükség, megváltoztak az elvárások, és megjelentek új szakemberek illetve technikák. Az újfajta produkcióknak pedig egészen másfajta színészekre volt szükségük, mint a néma filmeknek. Nagyon sok sztár nem tudott alkalmazkodni a kialakult új helyzethez, és eltűntek a sűjesztőben. Damien Sezel filmje ebbe a korszakba repít el minket, ahol három ember életébe tekinthetünk be. Mindegyikük számára Hollywood álmokat tartogat, és egyben rémálmokat is. A direktor nem olyan meg önmagát, a Babilon felépítése nagyon hasonló és zeneművéhez. Damien Sezel mindjárt az elején berúgja az ajtót egy hatalmas bulival, illetve egy őrült filmforgatás bemutatásával. Bár valószínűleg sokan ezt a fajta elnyújtott felvezetés nem tudják hova tenni, összességében a koncepciót tekintve van értelme a filmben. Ugyanis ezzel már bemutatja a Babilon legnagyobb erősségét, az atmoszférát, illetve a hangulatot. Ilyen tekintetben az alkotás nagyon közel áll a Molerushoz, Démien Sezel valami hasonlót hozott össze, de teljesen más célra. A Babilon első órája pontosan ugyanazt a hangulatot árasztja, mint a Moler Rúzs azon jelenete, amikor belépünk a híres mulatóba. Damien ezzel azonban egy picit bátrabb volt, így a hangulat, illetve az őrület bemutatását a film elején talán egy picit elnyújtotta. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ezt muszáj volt meglépnie a mozi elején, ugyanis a történet a második felében teljesen másra koncentrál. Abban, hogy ezt a nagyszerű hangulatot meg tudja idézni a direktor, segítségére volt a zeneszerző, illetve az operatőr. A forgatókönyv a főszereplők életén keresztül meséli el Hollywood korszakváltását. Ahogy vált a filmipar, ezzel együtt a karakterek sorsa is közben a Babilon műfaja is átalakul, és a végére komoly drámává válik. A drámai részsel kapcsolatban vannak pozitívumok és sajnos negatívumok is. Először is érezhető, hogy Damien sezel ebben a környezetben sokkal biztosabban mozog. Azonban innentől kezdve válik a történet egy kicsit sablonossá, és sajnos ezen a karakterek sem tudnak segíteni. Akár fogalmazhatnék úgy is, hogy Bezlörmentől nem csak a pozitívumokat sikerült ellesni, hanem a negatívumokat is. A film második fele a személyes drámákra koncentrál, de a karakterek ezt túl felszínessek. Viszont akik kihúzzák a rendezőt a csávából, a nagyszerű szereplő gárda. A néma film szerepére Brad Pitt kiváló választás, nem azt mondom, hogy élete alakítása, de nagyszerűen hozza a karaktert. Azt azért megemlíteném, hogy a forgatókönyv drámai jelenetei közül ő kapja a legjobbakat, így talán egy picit könnyebb dolga volt, mint a többi színésznek. Margó Robi rettenetesen erősen kezd a film elején, az alakításával utána sincs gond, csak a történetben betöltött szerepe miatt úgy éreztem, hogy a végére egy kicsit sok lesz. A mozi legnagyobb találata Diego Calva, aki menit alakítja, végső soron ő az egyetlen pozitív karakter, vele tudnak leginkább azonosulni a nézők. Mindhárom karakter esetében egy teljesen más utat nézhetünk végig, és azt is, hogy Hollywood hogyan szakítja őket darabokra. No de végső soron a kérdés az az, hogy hogyan is sikerült a Babilon. Nos, megmondom őszintén, én nagyon tartottam attól, hogy ez egy tipikusan olyan film lesz, amit nagyon szeretnek a kritikusok, illetve a filmesek, de a közönség nem tud vele mit kezdeni. Damien Sezel ezt úgy oldotta meg, hogy Hollywoodra jellemző problémákat feszeget, de ezzel együtt általánossakat is. Gondolok itt arra, hogy a Babilon egyik központi motivumává válik a végére az elmúlás. Nyilván ez szól egy korszak lezárásáról, az álom elmúlásáról, ugyanakkor valamilyen szinten mindannyiunk életének része. Ugyanakkor a rendező azon kétségeinek, is hangot ad, hogy vajon mennyire mennek jól a dolgok jelenleg a filmművészetben. Ahogy annak idején a hangos filmek elsöpörték a néma filmeket, úgy kerül most egyre inkább háttérbe a művészet a filmkészítés során. A direktor egyértelműen leteszi a voksát, szükség van a nagy Hollywoodi álomra, és nem válhat egyfajta tömegtermékké. Emellett a rendező azon aggodalmának is hangot ad, hogy a mostani stúdiórendszer hogy folytja meg az alkotó kreativitását. Persze itt zárójelben megjegyezném, hogy az, hogy ez a film elkészülhetett valami szinten pont mond ennek. Ami azonban igazán meglepetés a Babilonnal kapcsolatban, hogy bizony ennek a filmnek van humorérzéke. Néhány pontján kimondottan szórakoztató, és egész jókat lehet rajta nevetni. Azonban az eddig elmondottakhoz azt is hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem csoda, hogy anyagi értelemben ez a film megbukott. Az átlagnéző számára néhány pontján egy őrült káosz más pontjain azonban túlzottan lassú. Egész egyszerűen ahhoz, hogy a Babilont valaki 100%-ig be tudja fogadni, szükség van arra, hogy imádja a mozit. Végső soron a film második fele a személyes tragédiák vonala e nélkül is élvezhető, de ezzel együtt sokkal inkább. Lehet, hogy Damien Sezel túl sokat akart, és nem is lett tökéletes a végeredmény, de egy dolgot nagyon eltalált, ez pedig a hangulat. Engem nagyon meglepett ez a film, az elejével nem igazán tudtam mit kezdeni, de a végére tökéletesen egybeállt az egész. Számomra sikerült az érzelmeket átadni, és egy letűnt kor emlékét is. Minden hibája ellenére számomra nagybetűs mozi volt a Babilon, így 80%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!